Na, fut minden. Zsír. Akkor... Nem is tudom, hogy kezdjük el. Hogy te creeper? Nem, nincs itt creeper. Mi a fasz? Bugol egy creeper. Jó kezdést. Megtermettek a mobok a mob spawnernél. Az jó. Gondolom. Ah, van egy pár XP. Na, a szemfüles hallgatók, illetve nézők, ők észrevették, hogy idén nem volt már kabelmodos stream. Ez igazából a fő ok az volt, hogy Martinék kicsit megunták az egészet, és nekem egyedül nem volt kedvem foglalkozni most streameléssel, meg úgy videógyártással. Babad be, creeper! És végül annyi volt, hogy csak én fönt egyedül a szerveren alkottam egy-két dolgot, de olyan lényegteleneket igazából. Mint például lett Quantum gatyám, meg ilyeneket, ilyen tök lényegtelen dolgokat. Így egyedül el voltam, és akkor most elhatároztam, hogy egy ilyen záró részt, vagy valami hasonlót itt próbálok csinálni. Legalábbis, ami úgy tűnik, mintha záró rész lenne. Aztán lehet lesz még folytatás is, meg ahhoz, attól függ, milyen kedvem lesz folytatni. Na, most egy-két módosítás, ami történt itt a bázisban, az igazából, ha ott kezdjük, hogy a logisztikot ki lett, amit megcsináltam a logisztik rendszer kicsit jobban, ki lett bővítve a crafting table résznél egy újabb fal, meg föl lett rakva egy csomó tároló. Szóval most ezt, ha így megnézzük, ez egy jó pár darab aranyláda itt be van kötve, illetve még itt hátul a másik tárolós ládákba is minden be lett kötve. Így már elérjük az egész inventorit egy ilyen, most ez is le lett cserélve, ez egy logistic crafting table, szóval ebbe ugyanúgy elérjük az egész inventorit, amit lát a logistic rendszer, de itt még az az előnye, hogy tudunk benne craftolni is. Szóval mit tudom én, akarunk craftolni, most épp egy fillert akartam craftolni, szóval mondjuk itt van, beírjuk a fillernek a nevét, kijön fönt a neibe maga a filler, ha kérdőjelre rákattintunk, akkor betölti nekünk ebbe a logistic craftingba. És itt a plusz, 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 meg 3 plusz jelez ugyanazt jelenti, mint itt a rendelésnél, hogy az egy, a sima plusszal azzal egyet tudjuk piszkálni az értéket, a dupla plusszal 10-essel, a 3 plusszal meg stackonként. És ez itt azt jelenti, hogy ha megnyomom az egy pluszt, akkor ez nekem fog rendelni egy filler lekraftolására elég anyagot. De kiírja itt lent, hogy hiányzik két sárga virág, amit már megcsináltam. És vissza lehet itt küldeni ebbe az XI-be, bedobjuk a cuccot, akkor visszamegy a rendszerbe. És akkor így belekerül a ládába. És ha most megrendelem, így akkor meg tudta rendelni, és akkor nem egyből a fillert hozza ki, hanem az alapanyagokat így összeszedi ebbe az inventoriba. És innentől már csak rá kell nyomni erre a filler cuccra, vagy amit éppen csinálunk, és akkor így lekraftolja egyből. És elvesztük, és már itt a új fillerünk. És akkor ezt akarok majd itt építeni ezzel ide egy ilyen kis másik szobát, ahol egy scrap gyárat építek. Mert ugye ez a Quantum cucchoz kell egy csomó energia, illetve scrap. Most az energiát azt úgy fedezem, mert sok mindent van itt, sok minden dolog van, amit meg akarok mutatni. Kezdem akkor a gumival. Ugye a gumifarm az eddig ennyi volt itt, ez a pár fa. És akkor gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt kicsit optimalizálni. Mert a kurva Enderman, ennyi innen-e. Apa, az meg. Ups. Ez így le is tázad. Get ready. Na. Szóval... A kurva Ender menjen arrébb megy. Mondom, a kurva Enderman húzol a picsába. Ez miért is táz le? Citromkart szerinted elintézi? Na, azzal próbálom. Ja. Na mindegy, nem piszkáljuk akkor az Endermant. Meg alapból ez egy olyan...
hola. Az olyan páncél, aminek nincs sok védelmi értéke. Most nem is szórakozok vele, el van mint magának. Szóval a gumi farmot próbáltam kicsit hatékonyabbá tenni, mert ez így eléggé szar, hogy itt állandóan csapolgatni kell. És Industrial Craftos farmba nem akarok nagyon belemenni, mert nincs sok értelme, meg szar az egész. Igazából olyan a... túl sok erőfeszítés kell hozzá, és túl kevés, amit ad. És jó, hogy ad kávét, meg ilyeneket, de amíg odaig eljutsz, addig csomót kell velük szopni, meg vigyázni a növényekre. És a sticky reedet is ugyanúgy lehet farmolni, csak ebben a módban még, ebben a frissítésben még nincsen benne az automatikus harvester. Szóval csak a crop motoron van benne, ami csak a növényeknek a életbetartására szolgál, az nem takarít be megtermett növényt, azt neked kell csinálni. És azért fogtam egy fillert, és itt kivágtam egy akkora területet, amekkora itt látszik is. Ez gyakorlatilag akkora, mint a quarry fölötti rész, úgy nagyjából. Mint a quarry területe az a rész. És ebbe, ha lerakok ilyen gumifa csemetéket, most a magasság az lehet egy picit kicsi lett. Ez most így 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokk magas ez a magasság. És így már még épp, hogy ki tudnak nőni a fák, de ezek nem a legnagyobb típusú fák, meg valaminek nem is fér ki a tetején az a csík, mert ugye a gumifa tetején mindig van egy ilyen csík fölfele, levélből. Egy kitornyosolás. Ja, ilyen torony levél cucc van a tetején, és az nem mindig fér el, így nem tudnak megnőni a nagy fák, inkább ilyen gumibokrok, vagy ilyen szarok nőnek ide. És ugye ezeket is tudod itt csapolgatni, miközben rohangálsz, de ha... ha úgy használod, hogy ki lett találva, szóval fogjuk ezt a fillert, bekapcsoljuk clear-re, ugye most azért volt piros, mert mikor clear-re, akkor befejezi a munkát és pirossá változik, és nem fogad el több energiát, de hogyha újra nőtt minden, akkor át kell váltani és vissza, akkor újra látja, hogy lesznek blokkok, amit ki lehet takarítani, így újra működőképessé lehet hozni, és most már csak energia kell hozzá itt. Az rendszert azt simán be lehet kapcsolni, ami még van a benzines rendszer. Ja. És most az összes energia lemegy a masszfabrikátorhoz, de elvileg, ha berakom ide ezt a kinézis csövet, akkor ide is nagy mennyiségű energia fog indulni. Hát úgy kb. Nagy mennyiségű, valamennyi inkább. Aztán majd elszívja az egészet. De már hallom, hogy elkezdett itt takarítani. Ja, megy a takarítás. És akkor annyival még lehet ezzel, hogyha nem csak itt állunk és lustálkodunk egy helybe, hanem rohangászunk körbe, és akkor a fákat még csapolgatjuk. De most ez inkább ilyen lusta farmulásra lett kitalálva, hogy ne kelljen rohangászni, hanem csak bekapcsolom, és akkor ledarál mindent. Csak az a baj, hogy visszaültetni nem tud. Megpróbáltam, a ültetésre nem képes. Egy helyre elkezdi lerakni az összes saplingot, és akkor azzal meg úgy... Nem vesztegeti el, mert csak simán kiesik mellé a sapling. De azért nem egy hatékony dolog, hogy egy saplingot azt hiszem le tud tenni, de többet nem. És akkor a végén, mikor leszed mindent, akkor a földön lesz az összes gumifa, és akkor csak végig kell rohangálni. Most a Quantum tudsz ez ennyivel előnyösebb, hogy nem kell olyan sokat rohangászni, mert gyorsan megvan. Csak kajálni kell közben. Azt viszont zabálja a Quantum cucc. Na úgy kb. Így. Nem látok többet. És nem nő ki az összes, de ez nem baj. Ezek majd a következőben, vagy valamelyik ciklusban le lesznek darálva. És az az érdekes, hogy most kaptunk 52 darab gumifa saplingot, amiket ugyanúgy az előző analógia szerint vissza tudjuk telepíteni. Szóval csak betelepítjük, rohangászunk közbe, felszedjük még a maradék blokkokat, amik kiestek, és betelepítjük így az egészet, ahogy jól esik. Próbáljuk úgy eloszlani őket, hogy ne rakjunk egy csoportba mind sokat, mert akkor ugye nem fognak megnőni.
minden szétszórtabban próbáljuk ezeket lerakni, és onnan nagyobb lesz a következő aratáskor a termés. Na már ki is nőtt egy fa, de ezt most még nem fogom ez miatt bekapcsolni. És akkor a végén lehet 2x64 meg 29 rubber wood. És ezt igazából most én bevágom ide a rendszerbe. Ki lehet húzva ide is egy logisztik cső. És ezek mind el fognak menni a feldolgozó részhez. Igen, van az extraktor, amit azt már megépítettem. Mert ugye ezek most úgy lettek megcsinálva, hogy vannak az iron chestek, és ezek egy ilyen bufferként szolgálnak, amikben, hogyha te is akarsz éppen belevágni valamit mondjuk a recyclerbe, mert most olyan kedvem, hogy be akarok dobni gunpowdert, leather, minden szart, ezeket így bevágom így csak így simán, és akkor ez itt nekem ledarálja az egész, ezt nem kell vele foglalkozni. Akkor lett még egy kis módosítás, hogy az Advanced Machines kicsit bugos lett, az a mod, ami itt benne van a hol van? Ez, Advanced Machines, amikor lehetett csinálni rotary macerátort, meg kompresszort, meg extraktort, igen, ezt a hármat lehetett csinálni, de ez a mod ez bugos lett, ezt le kellett cserélni. És most az Advanced Machines-nek az egy másik csávó csinálta ezt a modot, és ebben van egy-kettő új Advanced Machine is, és aki látta még a régi szervereken lévő Advanced Machines modot, ez inkább hasonlít hozzá, mert ha megnézzük a craftot, akkor ez hasonlít hozzá. Mert a másiknál három darab macerátor, vagy ilyesmit kellett összerakni, itt meg csak ez a régi craft szerint megy, csak itt egy új item került be, ez a sharpened iron plate, amit ilyen egyszerűen lehet craftolni. Nagy ördöngőség. És az a jó benne, hogy behozott egy recyclert. Kikapcsolom ezt a szűrést. Szóval behozta a compacting recyclert, ami egy nagyon jó dolog, mert itt lent a quarry-nál, ami ugye azzal végződött valahol a részt, hogy befejezte. A tripla quarry-nál, igaz? Igen, a tripla quarry befejezte, vagy elkezdte a munkálatokat a tripla quarry, de nem is tudom már, hogy végzett. Most az a lényeg, hogy ott tartunk, hogy az egész területet kibányáztuk, és én olyan optimistán leraktam ide egy darab obsidian chestet. Ez az obsidian chest egy jó párszor betelt. És akkor leraktunk két obsidian chestet, az is betelt. És akkor mindig, mikor lejöttem ide, annyit láttam, hogy esnek ki a redstone-ok, meg a vasak, meg ezek itt össze-vissza, mert hogy teletöltődik az egész rendszer, és egy csomót már fölvittem, meg itt is ki vannak pakolva, hát ez hogy ránézzünk, ez kurva sok iron ore, bele se fér az inventory-ba. És ebből már fölvittünk egy csomót is. Szóval ennyi nyersanyag keletkezett itt, plusz még gyémántból nem ennyi, ez ebből már egy 120-at simán fölvittem ebből, és még most is itt van, vagy 80. A szeneket nem vittem el, abból lett két sornyi block of coal, az 2x9x64x9 1-2 ja. Szóval az nagyon sok szén lett, és itt a recycler-es résznél meg nem tudta fönntartani a munkákat, a sok cobblestone-ból ez meg egy hullott ki itt a csövön. De hogyha beraktam én ezt a... amikor beraktam ezt a compacting recyclert, ez meg tudta azt csinálni, hogy fönn tudta tartani a termelést, és nem kellett a fölösbe menni a cobblestone-nak. Már ha a cobblestone-t olyan nagy vétek lenne pazarolni. Ja. Annyi van, mint a nyű. És ez a scrapboxos láda is fullon volt. Egy párszor, ez most megint félig tele van, és fölviszem, mert ugye kell a mibe is Mass Fabricatorbe, és a Mass Fabricator is elhasznált már egy három ilyen ládányi scrapboxot, és gyártottunk gyakorlatilag olyan 400 bucketnyi U-mattert. Megcsináltam hozzá
ezeket a Advanced Machine-nek. Kellett egy scanner, igen. Scanner ez pattern storage, meg egy replikátor. És akkor úgy működött az egész, hogy a dungeon-ös lootból esett még... mi volt ez? Ez az Iridium Ore. Az Iridium Ore esik, és ugye ezt a scannerbe be kell szkennelni. Ez felhasznál kb. 1 millió EU-t. Meg figyelni kell arra, hogy nem lehet rákötni egyből az MFSU-ra. Az MFSU most már 2048 EU-t ad ki, ez meg nem... nem tudsz belerakni Transformer Upgrade-et. Tehát ha jó, tudom, nem tudsz belerakni, de lehet... Ez a slotot, ezt még nem láttam, ez mire jó. Na mindegy, én nem raktam bele Transformer Upgrade-et, hanem egyből a... letransformáltam ezt a High Voltage-ot, és akkor lett Medium Voltage, és az már elfogadja azt az 512 EU-t, és ide berakjuk az Iron, az Iridiumot, majd berakhatnék most ide mást is, ugye keresek valamit, amit beszkennelnek. A gyémántot szenet elfogadja, illetve az aranyércet, vasércet, rézércet, hát... ilyeneket elfogadja. Szkenneljünk be gyémántot. Ez lehet egy csomó. Gyémánt port az beszkennel? Nem hiszem. Azt nem. A gyémánt ércet nem szkennel, gyémántot szkennel. Szóval szerintem gyémánt port sem fog szkennelni. A gyémánt ércet nem is nagyon tudod kibányászni. Silk touch. Hát jó. Szóval bevágjuk a szkennerbe a gyémántot, és akkor itt szép lassan szkennel. És ennek az ideje az nem változik. Bár nem tudom, lehet overclockot is bele tenni. Mindegy. Az lényeg, hogy ez így végigmegy, 1 millió EU-t föl fog neked használni. És a végén, ami mellette van, pattern storage, abba fogja elhelyezni. Illetve valahogy ki kell majd importálni. És az a lényeg, hogy kiimportáljuk a pattern storage-ba, és itt lehet váltogatni, amiket be vannak importálni. Van hogy írva, hogy egy darab van benne, és most a nulladikon vagyunk, ami ugye semmi. De ha átmegyek az 1x1-re, akkor itt van az Iridium Ore, amit beszkenneltünk. És kiírja, hogy kell hozzá 22 vödörnyi U-matter, és még kell hozzá 1 millió EU. És igazából ennyi az egész, mert utána neked már csak meg kell csinálnod ezt a replikátort, ami kiolvassa ebből ezt a receptet, úgymond. És ezt itt lent meg lehet neki adni, hogy mennyit menjen. Most nekem a repeat run-ra van téve, szóval addig megy, ameddig éppen van energiája, vagy mattere. Most éppen a matter fogyott ki. És akkor itt ezt a középső csíkon, ami azt írja, hogy U meg EU, ott tölti be az U mattert, meg az EU-t, és ezt ilyen nagyon lassan tölti. Érdemes úgy csinálni, hogy az EU az föltöltődik 100-ig, addig nem rakunk be overclockot, de mikor már az U-t használja, akkor simán be lehet tenni, vagy 14 darab overclockot, nem fog már energiát fogyasztani, mert az EU-t az föltöltötte, hanem csak út fog használni, és azt nem használ többet. Szóval azt nyugodtan be lehet overclockolni, ugyanúgy annyit fog felhasználni, amennyit benne van ebbe a receptbe. Szóval itt most 22 vödörnyit fog felhasználni, és akkor utána az overclockkal sokkal gyorsabban be lehet pörgetni az U-kat, mert az EU az általában gyorsan föltöltődik, mert itt most az MFS-ből jön egyből. Itt van egy csomó áram. Én meg az áram most a izékből jön, a medium voltage-okból. Mert abból a sok gumiból, amit fönt mutattam az előbb, farmot, abból egy csomó ilyen napelemet lehet ugye készíteni, mert a gumi a fő, egyik fő alkotóelem. Most ahogy elnézem, meg tudnád már csinálni a... mi az, kvantum melvértet. Mert most látom, hogy van 16 darab nyilvánatom az... Ja, mindjárt megcsinálom. Most azt nézem, hogy a gumiból most van egy K, és az a... az nem is tudom hány napelemre elég, mert ha mondjuk négyet akarnék, négy low voltage-ot simán tudnék rendelni. Lehet még nyolcat is tudnék. Szóval, hogyha felhasználom én most a Logistic Crafting Table adta a lehetőséget, bérem azt, hogy nekem kell egy medium voltage, nem, hogy bérem, hogy medium. Medium volt is Solar kell, beimportálom ide, ez ugye 8 darab low volt is Solar, meg egy Manway Transformer. És ha ebből rendelek egyet, akkor ez most le fog adni
8 darab low voltage-ra kérést, a low voltage meg ugye 8 darab napelem, szóval ez így most 8x8 darab napelemet fog nekem gyártani, plusz még transformereket, ami kell éppen hozzá. Mindjárt megrendelem, előtte még itt mutatom, hogy a feldolgozást kicsit, hát nem, inkább begyorsítottam, mert egy darab metal former, mikor csinálta mondjuk itt az Iron Plate-et, akkor az nagyon gyorsan elfogyott, mert ez a cache miatt most megvan, hogy 64-be van cache-elve, de most még be lehet még 2x64 cache-elve, és ha így én rendelgettem napelemeket, akkor egész gyorsan ment már. De most, hogyha ezt megrendelem, ezt tuti el fogja használni, mert ezzel egy rengeteg anyag kell hozzá. De hát, megrendeljük. És akkor itt lehet nézni, hogy mennek a cuccok. Mert most így elég nehéz nézni, mert a Logistic HUD az mindenhol most mutatja a chesteknek a tartalmát, de azt le lehet kapcsolni amúgy. A jobb klikkel, meg mondjuk, hogy a providert nem mutassa. És akkor egy kicsit átláthatóbb. És most viszont azt látjuk itt Logistic Crafting-nál, hogy a crafting table-öknek ugye leadtunk most egy rendelést, és akkor ezt tudjuk így követni, hogy éppen mit csinál. És látszik, hogy ez a crafting table mondjuk éppen még 620 darab copper cable-t fog csinálni. Le van adva a rendelés, és akkor még erre vár, hogy megjönjenek a cuccok, és ezt meg tudja csinálni. Most látszik, hogy a gumi az már be van töltve, de most a részkábel az valahol elfogyott.